Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják, kérem tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, akivel többek között a topos pályázatokról is beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Sándor úr, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiómban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Az év elején invitáltuk Önt egy stúdió beszélgetésre, és akkor többek között áttekintettük az elmúlt év fontosabb eseményeit, programjai célkitűzéseit, főleg a megyei célkitűzéseit. Mi az, amiről most nekünk be tud számolni? Ugye az egyik legfontosabb témakörünk akkor a toppos pályázatok voltak. Hol állnak most ezek a pályázatok itt a megyében? Milyen leosztásról beszélhetünk? És főleg a választókerületével kapcsolatban vagyok arra kíváncsi, hogy itt milyen előremozdulások történtek. Hát felpörögtek az események. A tavaly év végén azt láttuk már, hogy megszülettek a döntések, a döntéseknek egy ilyen 90%-a, azóta egy még egy plusz 5%, és hát ami a különleges, hogy nem csak hogy ki lettek hirdetve a nyertes pályázatok, amiket az elmúlt 3-4 évben előkészítettünk az önkormányzatokkal, hogy ki lettek hirdetve a győztesek, hanem az eddigi szokásokkal ellentétben nem utólag finanszírozza az állam, és az önkormányzatoknak kell hitelt felvenni késlekedő kifizetésekkel, hanem amikor nyertes pályázat ki lett hirdetve, akkor már azon a héten az állam kincstár az önkormányzatok számlájára utalta a pályázati pénzeket. Ez azért jó, mert ha van egy kifizetés, akár egy vállalkozó elvégezte egy munkát, akkor nem hitelbe kell, vagy nem az önkormányzatnak kell hitelt felvenni, hanem ott van a számláján a pénz, és ahogy a munkafolyamat elvégződött, akkor már tudja is fizetni, és várja, hogy a következő része is a munkának el legyen végezve. Ez sokkal jobban felgyorsítja a munkákat, és biztonságosabbá teszi a kivitelezést. Néhány már munka már el is kezdődött, és hát befejezés előtt áll. Az egyik nagy öröm, hát a 70-es években épült Beregfürdői orvosi rendelő, hiszen a jövő héten már átadásra kerül, Nagy Iványban hozzákezdtek az orvosi rendelőhöz, nem soká hozzákezdenek az óvoda építéséhez, és hát itt Karcagon is folyni fognak a munkák. Tiszafüreden, turisztikai beruházás, Abátszalókon is. Nyár és a tavasz arról fog szólni, hogy aktív építő munka lesz az egész körzetben, és be fog érni az a munka, amit már itt 4 évvel ezelőtt elkezdtünk. Nagyon jó partnerek az önkormányzatok, nagyon jó partnerek a települések, gördülékenyen halad a munka, és körülbelül még egy 5% van a pályázatokból, ami nem került elbírálásba. Ezek kicsit bonyolultabbak, kicsit nehezebbek, de azt gondolom, hogy 1-1,5 hónapon belül az összes pályázat lezárásra kerül. És ez csak egy része annak, ami ide a körzetbe jön, hiszen a vállalkozások is megkapják a támogatásokat a vállalkozások fejlesztésében, vidékfejlesztési programokból. Azt gondolom, hogy egy 20 év fejlődése jön az elkövetkezendő 3-4 évben. Felgyorsulnak ezek a folyamatok, és látszik is, hogy Magyarország jó gazdasági pályán van. Megtörténnek a béremelések, megtörténnek a fejlesztések, és egyre gyorsulóbb ütemben én azt gondolom, egy olyan Magyarország és egy olyan Karcag és Karcag környéke lesz, amiért szerettünk volna az elmúlt évtizedekben. Topos pályázatokat Ön, mint a megyei közgyűlés elnöke, tehát a megyei vezető felügyeli, figyelemmel kíséri. Mit lehet arról tudnunk, hogy meddig tartanak majd ezek a beruházások, fejlesztések? Mikor van a végső határidő, amikor minden elkészülhet? Ez a ciklus 2013-2020 között folytatódik. És azt szeretném, hogyha nem úgy járnánk, mint az előző
uniós ciklusban, hogy a 2007-13-as ciklus, még 2015-ben is voltak beruházások, mert még a szocialista kormány nem nagyon készítette elő ezeket a projekteket. Mi a ciklus elején hozzákezdtünk a projektek elkészítéséhez, a tervező munkához, a településekkel való egyeztetéshez, és én arra számítok, hogy 2020-ra befejeződnek a 98%-a ezeknek a beruházásoknak, és utána következik a következő tervezési rész, amit már kicsit korainak tartottak, de a legutóbbi megyei önkormányzat ülésen arról döntöttünk, hogy már a következő ciklus tervezése is kezdődjön meg. Mert hogyha előre dolgozunk, hogyha hamarabb elvégezzük a feladatainkat, akkor nem az lesz, hogy a végén kell kapkodni, torlódás lesz, és lesz időnk arra, hogy kidolgozott, kimunkált fejlesztési elképzeléseink lesznek. Tehát még folyamatban vagyunk ebbe a fejlesztési ciklusba, de már hozzákezdtünk a következőnek a tervezéséhez, a következő egyeztetéséhez. És azt gondolom, hogy ez a normális munkatempó, ez a normális, hogy következő lépésre már készülünk elé, és nem kapkodva kell a következő fejlesztési ciklust megvalósítani. Ezekről a tervekről nagy vonalakban mit lehet tudnunk a következő ciklusra vonatkozóan? Milyen ötletek vannak, mely területekre irányulnak majd ezek a fejlesztések? Ami nekem is a legnagyobb fájdalom, és amiben komoly elmaradása van ennek a térségnek, az infrastruktúra, az utak fejlesztése. Én látom minden nap, hogy komoly problémák vannak. Vannak előrelépések, hiszen már másfél évvel ezelőtt megszületett a döntés a kisújszállási út felújításáról. Már ki is tették a táblát, megvan a közbeszerzés, ki van választva a vállalkozó, aki építeni fogja, és most már arra az időre várunk, arra a jobb időre, amikor hozzá lehet útépítéshez, aszfaltozáshoz fogni, de egy nagyobb átfogó program kell itt a térségben. És a munkahelyteremtés, mert vannak már munkahelyek, itt is már igazából munkaerő hiány kezd mutatkozni, de olyan munkahelyek kellenek, amelyek a minimálbérnél többet fizetnek. Tehát arra kell törekedni, hogy olyan munkahelyek jöjjenek a javuló infrastruktúra mellé, amely magasabb fizetést tud adni az itt élőknek. Ha magasabb a fizetés, akkor jobban tudják a szolgáltatásokat is megfizetni, tehát egy fejlődési pályára kell állítani ezt a térséget. Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen ez az alföldi rész akár a török időktől egy kicsit nehezebben boldogult, de azt látom, hogy lendület van az emberekben. Hozzá vannak szokva, hogy itt a környéken, itt Karcagon és a Nagykunságban többet kell dolgozni mindenért. Az jó eredményért, és akarnak is az emberek dolgozni, hogyha látják azt, hogy van értelme a munkájuknak. Hogyha több munkáért több pénz van, akkor én azt gondolom, hogy mindenki dolgozni fog, és mindenki tud lépni előre. És megjönnek azok a munkának a gyümölcsei is, amire már régen számítunk. Hamarosan itt a tavasz, utána jön ugye a jó idő, a nyár, és amit hozzánk a legközelebb esik itt például a karcagi térséghez, ahol el lehet menni kikapcsolódni, az a Tisza-tó térsége. Ott milyen fejlesztések várhatók a közeljövőben? Hát örömömre szolgál, hogy és büszke is vagyok rá, hogy minden évben növekszik a turizmus bevétele Magyarországon, a vendégészakák száma, és a Tisza-tó ennél az országos átlagnál jobban fejlődik. És hát ezt kell ezt az ütemet tartani is, és ezt az ütemet csak úgy tudjuk tartani, hogyha turisztikai beruházások lesznek. Abátszalókon körülbelül egy 6-700 millió forintos beruházás lesz a strand és a strand környékén, mert Abátszalók egy olyan hely, hogy sajnos 25 évvel ezelőtti bódék vannak, elárusító helyek a strand részen, teljesen meg fog újulni. A tiszafüredi szabas strand környéke is meg fog újulni, infrastruktúrális beruházások lesznek, és én azt gondolom, hogy ennek a környéknek a turizmus mindenképpen jót fog tenni, mert olyan bevételeket hoz, ami erősíti az itteni gazdaságot. És hát a Berekfürdő is, azt látom, hogy évről évre fejlődik, évről évre szebb lesz, igényesebb lesz, és hát nem is véletlen, hogy a legnagyobb vendégészaka szám két település tudja itt nyújtani a megyében, Cserkeszőlő és Berekfürdő. És Berekfürdőben még mindig van potenciál, fejlődött a strand, át lett adva a fedett rész, de elképzelései vannak a településnek, tehát az is fejlődni fog, és azt gondolom, hogy egy jó bevételi forrása lesz a térségnek a turizmus. És hát tavaly évben lett egy kormánydöntés, hogy kiemelt turisztikai régió lett a Hortobágy, Tisza-tó, Hajdúszoboszló,
és hát öröm az, hogy a nagykunsági rész is benne van a Hortobágyi és a Tiszatavi régióban, tehát amikor majd turizmusfejlesztési pénzek fognak jönni, akkor Karcagnak és a környékének is jönni fognak ezek az összegek, ezek a fejlesztési lehetőségek. Például az abátszalókiak, vagy akár a tiszafürediek mikortól örülhetnek majd ezeknek a fejlesztéseknek, felújításoknak, mikor várható, hogy elkezdődnek majd ezek a munkálatok? Az a baj, tehát milyen fázisban vannak az a baj, hogy először nem fognak örülni, mert először azt fogják látni, hogy fel vannak bontva a települések, itt Karcagon is először azt fogják látni, hogy útlezárás van, de szerintem már nyár végére ezeknek a beruházásoknak a jó része be fog fejleződni. Karcagon is kerékpárút építése, rendezettebb lesz a város. Először azt fogják látni, hogy kicsit fel van durva, mint amikor minden ház felújításán először a rumli része van, de utána, amikor ezen túl vagyunk, akkor örülni fogunk annak, hogy megújultak a településeink és fejlődnek. És hát aki szereti ezt a térséget, szereti Karcagot, szereti a Nagykunságot, szereti a Tiszató végidékét, az örülni fog minden fejlesztésnek, még ha eleinte kicsit kényelmetlenséggel is jár. Hogyha a karcagi beruházásokról, fejlesztésekről beszélünk, akkor önnek mi ezekről a véleménye, hogyan értékeli a látottakat, illetve a jövőben megvalósuló beruházásokat? Jó ütemben és jól tervezett beruházások fognak megvalósulni. Egy-két hónapon belül át lesz adva a rendőrkapitányság épülete. Ami azért különleges, mert az országban egyetlen egy olyan rendőrkapitányság van, aki nem a saját épületében van, hanem egy bérleményben, hiszen a karcagi rendőrkapitányság bérelte az önkormányzattól az önkormányzat épületében lévő helyiséget. Megépül az új rendőrkapitányság, át fog költözni az új helyre az orvosi rendelőnélhez, ami egy 21. századi épület lesz, én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá. És a másik dolog, hogy ahonnan kiköltözik a városháza aljában a rendőrkapitányság, oda pedig a kormányhivatal fog beköltözni, hiszen az egy nagyon jó dolog ügyintézéshez, ügyfélforgalomhoz, és az is meg fog újulni. A másik dolog, hogy az a térség, amit a karcagi stranddal, az Akácliget fürdővel szembe lévő rész van, a volántelep, az ki fog költözni a város szélére, és azt a részt is teljesen rendbe fogjuk hozni, jobban feltárjuk azt a részt, azt az iparterület megszűnik, és egy ilyen szabadidős, parkos, pihenő rész lesz, és a hátul a Rónai Malom, ami kevesen ismernek, hogy ott van egy nagyon szép régi épület, ahol most a Györf István Nagykun Múzeumnak van a raktára, abból egy gasztronómiai központ, egy kitűnő étterem tud lenni, egy nagyon szép épület, csak körbe van zárva iparterülettel, az is meg fog szépülni, és ott a strand környékén egy nagy pihenő park lesz, egy olyan komplexum, ami minden karcagnak és ide látogatónak a pihenését, kikapcsolódását szolgálja. Kerékpárutak meg fognak újulni, újak is épülni fognak, és azt gondolom, hogy amire minden karcagi büszke, hogy milyen szép parkos a városunk, milyen szép rendezett, ez még tovább fog folytatódni, és azt látom, hogy jövő ilyenkor már várni fogjuk a tavaszt, mert már egy megszépült tavasszal és egy megszépült várossal lehetünk büszkébbek. Fiataloknak, gyerekeknek, idősebbeknek, sportkedvelőknek is számos beruházás valósult már meg eddig is, illetve a közeljövőben is vannak olyan tervek, amelyek meg fognak majd valósulni, melyeket emelnék ki? Hát eddig is voltak nagyon jó fejlesztések, hiszen nagyon fontos az, hogy a fiatalok jól érezzék magukat a városunkba, Karcagon. Nagyon fontos az, hogy ha egy fiatal jól érzi magát, akkor nem vágyódik el innen, szívesebben jön vissza, szívesebben marad itt, később alapít családot. És ehhez kellenek azok a sportberuházások, azok a szabadidős beruházások is, ami a fiataloknak szólnak, kisgyerekeseknek. Ilyen volt a nagyon fontos műfüves focipálya átadása a Szent Annai szakközépiskolánál, ami azt gondolom, hogy nagyon jó testnevelés órára használják a fiatalok, edzésre használják, és hát a Nagyvén kertbe pedig egy kosárpálya átadása kerül, remélem a tavasz és a nyár folyamán, és hát fejlesztések, játszótérfejlesztések lesznek, szabadidőpark fejlesztések, ami a kisgyerekeseknek és a nagyobb gyermekeknek, fiataloknak mindenképpen az értelmes szabadidő eltöltésében nagy segítségük lesz. Nem a tévé, nem a számítógép, nem az okostelefon előtt ülnek és azt nyomkodják, hanem aktívan, egészségesen fognak élni, és
aktív és egészséges felnőttek is lesznek. Megyei vezetőként számos rendezvényen vesz részt, ugye lehet látni a közösségi oldalon is, hogy naponta, szinte naponta több rendezvényt posztol, vagy olyan eseményeket, amelyeken részt vett. Az egyik érdekes dolog volt, hogy állatmenhelyet is meglátogatott, és azt mondta, hogy ez egy kezdeményezés az ön részéről. Mire buzdítja? Így van. Akár a lakosságot, akár a közéleti személyiségeket. Először a tavaly évben Tiszaföld polgármester Újvár Imre mondta azt, hogy érdemes megnézni, milyen nehéz helyzetben vannak azok a civil szervezetek, azok az önkéntesek, akik a kóbor, gazdátlan állatokat mentik meg. És akkor a tavaly évben még talán tavasszal megnéztük a tiszafüredi állatmenhelyet, és utána én már elmondhatom, hogy rendszeresen járok és viszek segítséget azoknak a civil szervezeteknek vagy önkormányzatoknak, akik ilyennel foglalkoznak. Én fontos dolognak tartom, mert persze mindenki segíteni kell. Vannak nehéz sorsú emberek is. Az állatok teljes mértékben ránk vannak szorulva. Nem tudnak magukon segíteni, és én azt gondoltam, hogy kezdünk egy kezdeményezést, hogy mindig felkérünk egy embert, hogy ő is csatlakozzon ehhez. Én felkértem Újvár Imre polgármestert, ő is csatlakozott hozzá, ő is segíti ezeket a szervezeteket. Ő felkért két embert, Varga Mihályt, miniszter urat, aki városunk szülötte, hogy Budapesten, és Jász kísérnek a polgármesteret, Lukácsi Györgyöt, hogy ő is segítsen, és terjed ez a kezdeményezés, jól működik, és hát fontosak ezek a dolgok, de fontosak azok az események is, amelyek az emberekről szólnak. A héten voltam a Hetényi Géza kórházban, Szolnokon komoly fejlesztések vannak, de jó volt összehasonlítani, hogy a karcagi Kátai Gábor kórházban, mi kórházunk nem marad el szépségben, felújításban, és jó volt az, hogy az ápolók napján a mi kórházunk ápolóit lehetett köszönteni, hiszen mindenki került olyan helyzetben, gyermekkel, felnőttel, idős szülővel, rokonnal, hogy bekerült ide a kórházba, és látta azt, hogy micsoda áldozatos munkát végeznek az orvosok, az egészségügyi dolgozók, az ápolók, és büszkék lehetünk erre. És hát héten lesz átadva az anyák szállása a kórházba, ami számomra is, én azt látom, hogy egy gyakorlati jó dolog, hiszen nagyon sokan vagyunk úgy, hogy kisgyermekesek, akik a kicsi gyerekkel bent kell aludni a kórházba, hiszen egy 2-3 éves vagy egy még talán még kisebb gyerekkel nem lehet szülő nélkül. Jobban gyógyul a gyerek, nyugodtabb, és egy nagyon jó része a 9. emeleten a csecsemő osztályon, a gyerekosztályon ki lett alakítva az édesanyáknak, édesapáknak, nagyszülőknek, akik a gyerekkel bent alszanak, komfortos körülmények között lehetnek. És ez nagyon jó dolog, mert nem csak arra kell büszkéknek lenni, hogy megújul a műtő, a CT van, géppark van, hanem a kórház vezetése gondol azokra is, hogy még jobban, még komfortosabban a lelkükre, a gyerekeknek, a családoknak, és egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hogy akkor jó körülmények között, nem az ágy mellett ülve egy műanyag széken kell az éjszakát tölteni a szülőknek, ki a gyerekekkel bent vannak, hanem normális körülmények között kényelmes ágyon, ott tudnak aludni, fel tudnak kelni a gyermekhez, és ez az nagyon jó kezdeményezés, és a héten lesz átadva ez az anyák háza, ez az anyák szállása, ami nem azt jelenti, hogy nem lehetnek nagymamák vagy édesapák, hiszen én is volt, úgyhogy én is a gyerekkel bent töltöttem az éjszakát a kórházba, a feleségem pedig a két másikkal otthon volt, tehát jó kezdeményezésnek tartom, és igazából emberbarátinak. Egy másik fontos esemény volt a közelmúltban, hogy egy szolgáltatóközpont nyílt meg Karcagon, ugye sokan gazdálkodnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szolgáltatóközpont. Mit célt szolgál ez az új központ? Ön is ott volt ugye ezen az átadó ünnepségen. Azóta már megnéztem ezt a központot egy hétköznap munka közben, és azt látom, hogy nagyon nagy igény van rá, hiszen Karcagon nagyon sokan gazdálkodnak. Nagyon sokan foglalkoznak a gazdálkodással, és az embereknek a bürokráciához, a papírmunkához lehet, hogy kevesebb érzékük van, rengeteg ilyen megoldandó probléma van, és ebben a szolgáltató központban a Nemzeti Agrárkamara
segít, és az ottani munkatársak segítenek a papírok kitöltésébe, az igények beadásába, pályázatok megírásába. És azt látom, hogy Karcag egy mezőgazdasági város, hiszen harmadik, negyedik legnagyobb földterülettel rendelkezik országosan egy olyan település, nagyon sok gazdálkodó van, és hogyha eredményesek a gazdálkodók, hogyha jól megy a gazdálkodóknak, akkor jól megy a városnak is. Akkor magasabb jövedelem van, többet tudnak költeni, többet tudnak az alkalmazottaknak, a dolgozóknak fizetni, és ez mindenképpen a városnak jó. És ez a kamarai kezdeményezés egy kitűnő, hiszen hatodik az egész országban, ahol nyílt egy ilyen központ. És büszkék is lehetünk rá a régi könyvtár épületében, amely teljesen megújult, és hát az emeleti részén pedig a szakképzési központ van, amely folyamatosan újul, és egy régi épület, egy karcagi régi épület, ami régen a könyvtár volt, előtte a katolikus legényegylet, az szépen meg van újulva, és nem lesz az enyészet martaléka. Április 8-án országgyűlési képviselőválasztásokat tartanak hazánkban, mert elkezdődött az aláírásgyűjtés a jelöltállításokhoz. Ön már leadta a szükséges mennyiséget. Mit lehet erről tudnunk? Ha jól tudom, akkor ön volt az első, aki leadta ezeket az aláírásokat. Nem, egy fél órával megelőzött engem Boros István képviselőjelölt. Kicsit engem is meglepett, hiszen azt gondolom, hogy a gyors ajánlások leadásához jó szervezettség kell, nagy támogatás. Én 3200-at adtam le. Igyekeztünk úgy, hogy a körzet minden településéről jöjjön be aláírás, jöjjön be ajánlás. 3200 ez több, mint a 6-szoros a szükséges aláírásnak, szükséges ajánlásnak, és álltak sorba az emberek is, még szeretnék támogatni a Fideszt, és hát örülök annak, hogy már Karcagról két jelölt is van, Boros István és én, és várjuk azt, hogy kik lesznek még azok a jelöltek, akiknek sikerül begyűjteni ezeket az ajánlásokat. Mire számíthatunk, körülbelül hány jelölt lesz? Hát úgy tudom, hogy akik már bejelentkeztek a választási irodánál itt ebbe a választókörzetbe, 28. De Szolnokról azt hallottam, hogy már 41 jelölt jelentkezett be. Kérdés az, hogy kinek sikerül az ajánlásokat begyűjteni. Vannak, nem lehet azt mondani, hogy komolytalan jelöltek, de vannak olyanok, akik arra hajtanak, hogy azt a támogatást, amit az állam ad, a jelölteknek azt az 1 millió forintot felvegyék, hiszen az előző választáson is volt olyan, aki egyből a családjának szervezte ki ezt az összeget, családi megbízást adott 300 ezer forintért, tehát bizonyára idén is készülnek ilyen típusú jelöltek, de hát azt gondolom, hogy az államnak mindenképpen kell figyelni rá, hogy hogy költik el ezeket az összegeket, és kik azok az úgynevezett kamu jelöltek, akik igazából nem a választás érdekli őket, hanem csak az a felvehető pénz, amit a kampányköltségre költhetnek. Az előbb már beszélgettünk arról, hogy hamarosan itt a tavasz. Milyen tervei vannak? Munka. Úgyhogy most egy kicsit a család megsínyli ezt, hogy keveset vagyok itthon. Régen is úgy volt, hogy reggel elmentem, este érkeztem haza, de most egy kicsit zsúfolt időszak, és hát várom én is, hogy elmúljon a tél, jöjjön a jó idő, szárazak legyenek az utak, könnyebb legyen közlekedni, korábban viradjon és később sötétedjen. Tehát nem volt egy nagyon hideg tél ez, de már mindenki várja a tavaszt, mindenki várja az jó időt, és hát nem fog semmi változni, dolgozni kell a következő időszakban is. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, kérem tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, az ifjúsági házban vagyunk, és a Kun Rózsa Csipke vezetőjével, Fejesné Koppány Gabriellával beszélgettünk. Mögöttünk gyönyörű munkák készülnek, viszont beszélgetésünknek egy nagyon szép apropója van, hiszen országos elismerést kapott a Csipke kör. Mi is ez pontosan, ez az elismerés? Ez az elismerés a magyarok értéktáráról szól. Tehát ez a határon túli élő alkotók és a egyéb épített és gasztronómiai értékek családjába tartozik. És ez nagyon fontos a számunkra, mert a
a csipkeverés és varrás élő hagyománya. Így fogadták el a Hungarikum Bizottság a beadványunkat, de ez átöleli az egész térségünknek, tehát a magyaroknak az alkotásait, a vert csipke, illetve hát a varrott csipke alkotásait is. Ezt úgy definiálják, hogy a csipkék között ez a kettő, a két művészi csipke. És ez meg is látszik a látványán, a vert csipkék látványán, mert ez egy olyan különleges, olyan egyedi, egyéni, inkább egyedi hatást gyakorol a nézőjére, vagy egyáltalán a használójára, hogy ez már úgy minőségileg ízlésben, meg igényességben fejleszti az embereket. Azt azért látjuk itt mögöttünk, hogy dolgoznak az ügyeskező hölgyek, nagymamák, hogy azért gyönyörű munkák készülnek, a falon is itt van. Mikor is indult ez a Kunrózsa csipkekör? Hiszen azért azt tudjuk önről, hogy évtizedek óta csipkeverő. 2009-ben kaptam meg a népi iparművész minősítést a Hagyományok Házától, és 2011-ben kaptam a felkérést a Dériné Kulturális Központból, hogy tanítsam újra a városba a csipkeverést. Most én ezt úgy értékeltem, hogy nekem bizonyítanom kell azt, hogy valamennyire megérdemlem azt a magas minősítést, amit kaptam a Hagyományok Házától, ezért 2011. júniusába indultunk. És az az érdekesség még, hogy szinte mindenki itt ül a hátunk mögött, és mindenki egyre szebben, egyre jobb minőségben, igényesebben dolgozik. Na most mi az hozzátartozik, hogy ugye elkapott minket is, hát főként a fiatalabb csipkeverők, új kornak az igénye. Tehát egy picit a divat felé is elmentek, ez egy picit így csúnya szó, de azért láttunk már kokárdát készítettek, aztán különböző olyan nemzeti ünnepekre való dolgokat, ami azért korábban nem volt jellemző. Gondolom, hogy erre értette. Ez így van. Sőt, ugye most már öltözék kiegészítőket. Hát mondhatni kicsit ráerőltetve a dolgra, hogy ékszerekkel is próbálkozunk. És bizony az arszpoétikánk, hogy a hagyományosat vigyük bele a modern ékszerekbe is. Beszéljünk a kunrózsa motívumról, hiszen azért én úgy tudom, hogy ez egy jellegzetes karcagi volt, majd meg is mutatjuk közelről, hogy melyik ez a motívum. Hát a kunrózsa motívum, ez azért kedves a számomra, mert 2012-ben a foglalkozásainkon már nem csak a csipkeverés technikájával foglalkoztunk, hanem elmélettel is. És a elhozott csipke mintákat próbáltuk beazonosítani, hogy mégis mitől más a nagykun vert csipke. És ráébredtünk, hogy bizony nagyon sok hasonlóságot mutat a kunhímzés motivumaihoz. Ugyanakkor a szűrhímzés, a szőrhímzés, tehát ezeknek a tájegységi motivumai is bebeszűrődtek a vercsipke mintákba. Tehát akkor innen tulajdonképpen a körnek az elnevezése is, és akkor ezt azért emlékszem, hogy kitűzőkön, meg sok-sok olyan kis apró ajándékon, amin készítettek, ez meg is jelent. Hát ennek is története van, mert először Abád Szalókra mentünk szakmai
útra. Második alkalommal Cserkeszőlőbe mentünk, szintén szakmai kirándulásra, Révész Márti csipkeházába, és amikor jöttünk visszafelé, felmerült a társaságba, hogy miért nem választunk magunknak önálló nevet, ne csak úgy szakkör. És ez tovább lett gondolva, mert ugye a szakkörből szakkör minőséget mi már régen túl léptük. És akkor ott közösen, hát azt hiszem, hogy Panika kezdeményezte, vagy Erzsike, már nem is tudom, hogy ki kezdeményezte ezt a névválasztást, de a végén ebben maradtunk, hogy legyünk akkor Kunrózsa csipkekör, és én nagy örömmel fogadtam, és már is bejelentettem, hogy nincs szakkör, ez csak a hivatalos ilyen megjelenésünk, de csipkekörré váltunk, ami ugye azt is jelenti, hogy szinte mint egy második család. Ugyanúgy veszekszünk, ugyanúgy egyezkedünk egyebek, de ez már úgy mindenki, mindnyájunknak a kedves, ilyen családias részévé vált. És hát az, hogy szívügye mindenkinek ez a csipkeverés, azért az látszik az egységes megjelenésen is, hiszen mindenki készített, gondolom, a sajátját viseli mindenki ezeket a gyönyörű csipke gallérokat. Hát egy-két kivétellel az újabbak még nem a saját csipke gallérjukat viseli. Ők is szépen haladnak, tehát előbb-utóbb meg lesz a saját készítésű. Na most az a helyzet, hogy nincs mindenki itt, mert ugye munkahely, aztán unokázás, meg van még egy érdekesség, hogy Mezőtúron van még egy csipkekörtagunk, ott lakik, ott dolgozik, és ő csak akkor tud eljönni, amikor ilyen nagyobb városi rendezvényen jelenünk meg. Úgyhogy... De hát akkor mindenki nagyon lelkes, itt azért gyönyörű munkákat rögtönöztünk, egy kis kiállítást, és itt mellettünk láthatók azok az új dolgok, amelyek azt hiszem, hogy most kezdenek itt elterjedni Karcagon is. Ezek az öltözet kiegészítők, hát így van, így van. Na most ezzel kapcsolatban magamat egy kicsit hagy fényezzem, hogy nem engedem, hogy egyértelműen csak a internet kínálatára hagyatkozzunk, hanem tessék hűnek maradni a térségünk hagyományának a felvállalására is. Tehát most az a helyzet, hogy megy az internetről is, hogy jaj, de szép, csináljuk meg, mindent lehet. De azzal a feltétellel, hogy a nagykunsági motivumkincs mindenképpen valahogy benne legyen. Én azt gondolom, hogy ezeket látva azért ezt nagyon sokan elfogadnák saját maguknak is, de most ez az elismerés mit jelent az önök számára? Tehát ez most esetleg jelenti azt, hogy könnyebben tudnak pályázni, hiszen azért gondolom, hogy ez sem egy olcsó dolog, hogy valaki elkezdjen csipkét verni, vagy bemutatkozási lehetőséget kapnak, vagy maga inkább csak az a tény már egy elismerés, hogy bekerülhettek ebbe. Itt nekem súgtak, hogy jó 6 éves munka volt ez, mire ezt elérték. 6 és fél éves pontosabban. Na most az a helyzet, hogy ez nem jár semmi konkrét, se pályázati lehetőséggel, se más előnnyel. Ez inkább kötelesség, felelősség a számunkra. De akkor mondhatom azt, hogy ez egy erkölcsi elismerés is. Ez így van. Na most ehhez hozzá tartozik, hogy most kapunk egy parlamenti látogatást jutalmul, aztán van egy városi pályázat, amiben a Dérinével közösen, tehát a Dérinével közösen pályázunk, és szeretnénk eljutni Dunántúlra, Balatonendrédre, és a Balaton felvidékre még, hogy megnézzük, hogy milyen volt az a vercsipke, ami
onnan indult ki a mai Magyarország területére? Önt ismerve azt gondolom, hogy ez meg fog valósulni még valószínűleg 18-ban. Én azt kívánom, hogy legyen lelkes a csapat, legyenek újabb tagok, és hát minél több ilyen gyönyörű munkát kívánunk Önöknek, és ehhez az elismeréshez pedig még egyszer gratulálunk. Köszönjük szépen, és hogy mondjam még azt el, hogy nem csak ülnek és dolgoznak a hölgyek, hanem megosztozunk a feladatokon most már. Tehát szinte mindenkinek vannak ilyen felvállalt, vagy hát kissé ráosztott feladatai, úgyhogy van, aki a tagdíjat szedi, más a szervezésben segít, a harmadik süteményt süt, tehát hogy mindenkiben, ja és még ne felejtsem el, hogyha nekem ilyen gyors információt kell közölni a többiekkel, hát elég messze lakunk egymástól. Arra is van egy felelősünk, hogy én csak oda telefonálok, ő pedig kör e-mailbe értesíti a többieket. Én azt gondolom, ez ugyanaz jelenti, ahogy az előbb is elmondta, hogy ez egy családdá alakult már itt, a tagok tényleg, amit lehet együtt töltenek, úgyhogy én sok-sok örömet kívánok még Önöknek 2018-ban is. Köszönjük szépen, lesz még 18-ban is feladatunk, ugyanis a múzeum felkért bennünket, hogy múzeum pedagógiai foglalkozáson vegyünk részt. És hogyha összegyűlik néhány érdeklődő, akár iskolás, akár fiatal felnőtt, vagy aki úgy gondolja, hogy szeretne megtanulni, nem, szeretne tanulni csipkét verni, mert ezt megtanulni nem lehet, akkor minket értesít a múzeum, és akkor lesznek mellettem emberek, akik ezt a munkát elvégezzük. De akkor én ehhez sok érdeklődőt kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük a látogatást és a lehetőséget. Köszöntöm nézőinket, Hodos Julianával, Karcagi Állási Hivatal vezetőjével beszélgetünk, hiszen hamarosan kezdődik a járásban dolgozók számára egy éves értekezlet. Minden januárban szoktak beszámolni, de az idei év egy picit rendhagyó is lesz, hiszen egy születésnapot is ünnepelnek a mai napon. Akkor beszéljünk egy picit arról, hogy mi lesz ma. Igen, tehát teljes mértékben minden információ igaz volt, ami elhangzott. Tehát mi minden évben hagyományosan megtartunk egy évérték előtt, vagy évösszegző értekezletet, ahol minden osztályvezető a saját osztályának szakmai munkáját mutatja be, és én pedig maga az egész járásról, a személyi tárgyi feltételekről és működtetésről az a kapcsolódó információkat osztom meg a kollégákkal is a legfontosabb változásokat. És igen, hát amikor készültünk, akkor bennem is volt egy kis visszaemlékezés gondolata, hogy hát 5 évvel ezelőtt, amikor tartottunk igaz, akkor nem évérték előtt, hanem egy évindítót és maga egy csapat összerázó apparátusi értekezletet, hát akkor nem voltunk ennyire nyugodtak, mint most, hanem úgy gondolom, hogy mindannyiunkban volt egy várakozás, egy feszültség az új, az ismeretlentől való kicsi félelem. De épp azt fogalmaztam meg magamban, hogy bennem egy végtelen nagy tenni akarás volt, és egy megvalósítási szándék, hisz ez egy történelmi pillanat volt, hogy a közigazgatás átalakítása során egy olyan állomáshoz érkezett a közigazgatás, ahol az új járások létrejöttek, és ennek megvalósítása, elindítása, működtetése, ez egy varázslatos feladat. Én igyekeztem a kollégáimnak is ezt mondani, és minden olyan idézetet kerestem, amelyel lelkesíteni tudtam őket arra, hogy ez egy mennyire jó dolog lesz, és milyen történelmet írunk, és hogy magunknak csináljuk, mert senki nem fogja megmondani, hogy hogy kell működtetni, ez javarészt nekünk kell
végig gondolni és megalkotni, és hát nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert egy olyan közösség állt össze 2013. január 1-ével, és folyamatosan úgy alakult a közösség és osztályvezetők, annak idején még szakigazgatási szervezetők, akik teljes mértékben elfogadták ezt az új helyzetet, és ők is azért dolgoztak, hogy ez meg tudjon valósulni, és én most boldogan fogom elmondani a kollégáknak, hogy az 5 éves évforduló alkalmával úgy gondolom, hogy egy nagyon jó járást működtetünk karcagjárás vonatkozásában, és nem csak az ő összefogásuk és az ő együttműködésük az, ami ezt megteremtette, hanem az 5 település polgármesterének, a képviselőtestületének a hozzáállása, mert nélkülük sem valósult volna meg ez ilyen zökkenőmentesen. Igen, és akkor tehát délután, tehát erre az értekezletre kerül sor, ahol szintén az évet összefoglaljuk, és este pedig a Adi 4 irodaépületünkben lesz egy kis születésnapi parti, amire nagyon készültek itt kollégák, tortasütés van, minden. Játék lesz, és én bízom benne, hogy egy örömteli órát, másfél órát tudunk együtt tölteni. Azt gondolom, hogy azért ez is hozzátartozik, hiszen végigkövettük mi is az elmúlt 5 évet, hogy hogyan bővültek a feladatkörök, hogyan alakult, szépült a kormányablak, hogyan alakultak a járási épületek, és a csapat is azóta, hát én nem is tudom, megötszöröződött legalább az induló csapat, és nagyon sok olyan feladat van, amit azért egy picit fel is kell töltekezni a kollégáknak is erre a rengeteg új dologra. Igen, tehát 89-en alakítottuk annó a járási hivatalt, és természetesen évközben folyamatosan, vagy évek során, tehát volt, aki nyugdíjba vonult, vagy nem igazán érezte jól magát, vagy ez a működés neki nem volt megfelelő, természetesen mindenkinek szíve joga megválasztani a munkahelyét, és épp megszámoltam, 62-en vannak abból a csapatból, akikkel együtt indultunk, és már a 105-en vagyunk, 105 fő alkotja a járási hivatalt. Igen, és hát a feladataink bővültek. Lázár miniszter úr fokozatosan azt mondja, hogy a járások megerősítése szükséges, és az a baj, hogy ő mindig azt érti ez alatt, hogy még több feladatot kell adni, és még több feladatot kell ellátni a járási hivatalnak, de természetesen ez csak vicc, hogy ezt bajként említem, hanem tehát ez egy nagyobb felelősség, nagyobb feladat. És igen, én azt mondom, hogy a maga járási hivatalunk szintén nagyon pozitívan élhette meg az 5 évet, mert nagyon szép épületekkel bővültünk, szép átalakítások, ahogy említette a KAB, vagy a NAV ügyfélszolgálat kialakítása, mind-mind példaértékű az, ami most már a járási hivatalunk kollégái fogadhatják az ügyfeleket. Bocsánat, hogy ezt mondom, de ami önöknek sokkal több feladatot ad, az nekünk még sokkal nagyobb könnyebbséget, akik ezen az oldalon állunk, hiszen nem kell utazgatni, hanem egy helyben el lehet intézni nagyon sok mindent ma már. Hát ezt nagyon köszönöm, ezt a mondatot, és főleg, hogyha minél többen így érzik, hogy nem kell utazgatni, mert szerintem is az a 1600 ügy, amit a maga a kormányablakban lehet indítani, az már gondolom, hogy nagyon nagy jelentőségű, de gondolok arra, hogy a földhivatalnak, tehát ahol tulajdonlapot lehet kérni, nem kell bemenni már a kormányablakban, tehát jogosítványt csináltatott az illető, de akkor még a tulajdonlapot is, és akár még más adóügyi dolgot is el tud intézni. Tehát én bízom benne, hogy ez nagyon jó irányba, tehát érzékeli mindenki, hogy nagyon jó irányba mozdultunk el, és természetesen majd, ami még az e-közigazgatás, tehát az elektronikus ügyindítás, még nagyobb könnyebbség lesz. Tehát a kormányzat a fejlesztési stratégiájában 4. pontként az elektronikus ügyindítást határozza meg, és ennek az év kezdete óta ugye minden természetes személy indíthat elektronikusan ügyet, a vállalkozásoknak, önkormányzatoknak pedig kötelező az elektronikus ügyindítás. Tehát ez egy másik pozitív élmény, amit én remélem, hogy mindenki így él meg a közigazgatással való kapcsolódása során.
reméljük, hogy így lesz, és akkor találkozunk még sok-sok olyan születésnapon, mint a mai, és jó munkát kívánunk Önöknek, és türelmes ügyfeleket. Hát köszönöm szépen, mi próbálunk nagyon türelmesek lenni, de az ügyfelek nagyon kedvesek, és nagyon sok pozitív visszajelzést adnak a kormányablakban dolgozó kollégáim. Most konkrétan ugye ezt említem, hogy ott vannak a legnagyobb ügyfélforgalom, de a többi esetben is. Én köszönöm szépen, és bízom benne, hogy több ilyen szép születésnapot megélhet a járási hivatal. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a 5 évre gondolva egy picikét, hiszen mégiscsak egy születésnapról van szó. Itt azt tudtam, hogy pohárköszöntőt kell mondanom, úgy gondoltam, végigfuttatva az agyamon, hogy egy pici kis számvetést azért csak illő lenne tenni. Bár szinte 5 percnek tűnt ez az 5 év, én nem tudom, hogy vannak ezzel mások, vagy hogy tetszenek érezni, nekem nagyon-nagyon elrepült. Valószínűleg azért van ez, mert állandóan munkába vagyunk, műbe vagyunk, és nem érünk rá azzal foglalkozni, hogy az idő most pereg vagy nem pereg, hogy telik, milyen gyorsan mozdul egyik perc a másik után, villannak el a hetek, hónapok és az évek. Én arra emlékszem így most hirtelen, hogy nagyon-nagyon szerettük volna, hogyha Karcag várás, járási székhely lesz, és minden követ megmozgattunk, hogy ez így is legyen, és sikerült is ezt elérnünk akkor, amikor tudtuk, hogy ez az átalakítás be fog következni. És semmiféle műhelytitkot el nem árulva, mert azért az maradjon csak magunk között, egy páron között, nagyon sokat kellett dolgozni azért, hogy felálljon ez a járási műhely, székhely. És öröm volt látni tulajdonképpen mindig az, hogy fejlődik, lép előre. Persze pakoli sok munka kellett ehhez, és hagyj köszönjem meg Julikának és közvetlen munkatársainak, és önöknek, mindannyiuknak, hogy ezt ilyen észrevételenül, észrevehetetlenül tették meg legalábbis a közönség számára, hiszen mi közszolgák arra esküdtünk, hogy igenis az állampolgárokat a tudásunk legjavát nyújtva szolgáljuk ki, és ez én úgy látom, hogy így is van. Gratulálok ehhez önöknek, és köszönöm minden karcagi és járási polgár nevében. Szóval iszonyatos sokat kellett dolgoznunk, dolgoznia Julikának, és még egyszer mondom, munkatársainak, és lépésről lépése haladt előre. A gondolat után jött a tett, 2 helyen itt Karcagon, Karcag viszonylatát mondom most el, hogy tényleg ne legyen túlságosan hosszú, ahogy önök is nagyon jól tudják, ennek az épületnek megtörtént az átalakítása, meg a városházának egy jó szeletében is kellett helyet találni a járás egyes irodáinak. Majd jött a kormányablak, majd az is tovább fejlődött. Esküvőket most már majdnem be kell szüntetni Karcagon, mert hogy a új navablak az a régi házasságkötő terem helyére kerül, de azért megoldódnak ezek a problémák. És el is röppent az 5 év, mintha észre se vettük volna. És azt látom, hogy a honpolgárok meg vannak elégedve a járási hivatalban végzett munkával. Egyetlen egy kritikát sem kaptam, vagy nem kaptam, hanem hallottam, ami az önök munkáját negatív irányba kritizálta volna. Inkább az elején ott volt gond és probléma, hogy nem tudták az ügyfelek eldönteni, hogy ez most önkormányzati vagy járási hatáskör, és akkor volt egy ilyen kis bújócska, jövés-menés az önkormányzat és a járási hivatal között, de most már beletanultak, megtanulták, megszokták, és én úgy gondolom, hogy örömmel veszik, mert valóban a gyors ügyintézésnél nincs jobb, ezt tudjuk magunkról is, akárhova elmegyünk, és azt tapasztaljuk, hogy vacakolnak velünk, megy a elnézést, a kifejezés, a gatyázás, a teszetosz, a tilitoli, ide-oda küldözgetés, annál rosszabb nincsen. A járási hivatal, a kormányablak pontosan erre van kitalálva, hogy ez ne így legyen, és én úgy gondolom, hogy itt csillagos 5-ösre vizsgáztak a munkatársak. Hölgyeim és uraim, én emelem poharam erre az 5 évre és a elkövetkezendő nagyon-nagyon sok 5 évre még, ami
erősítse a sikereket tovább. Kitartást, türelmet, sok erőt kívánok a munkájukhoz. Gratulálok önöknek mindazért, amit tettek. Gratulálok az elvégzett munkához, Julikának, hivatalvezetőasszonynak, és mindenkinek, aki tett bármit azért, hogy ez a közös ügy, ez sikerrel nem végződött, hanem folytatódjon és menjen előre tovább az idők végezetéig, vagy amíg egy újabb átalakítás nem történik. Sok sikert kívánok önöknek tovább, és köszönöm, meg ezt a hallgatni. Hamarosan vége van a felvételi jelentkezések időszakának, de még mindig van egy kicsi idő. Milyen képzéseket indítanak ebben az évben, következő tanévben itt az iskolában? Iskolánk hagyományosan mezőgazdasági jellegű képzéseket folytatott. Ezt a fennállása óta végig megtartottam, mindegy 60 éve folyik mezőgazdasági gépész képzés az iskolában. 30 évvel ezelőtt indult körülbelül a gimnáziumi képzésünk. A mezőgazdasági gépészen kívül jelen pillanatban mezőgazdasági, élelmiszeripari technikusokat és környezetvédelmi technikusokat képzünk. Ebben az évben egy másik hagyományos képzésünknek a ágazati képzését indítjuk be, a rendészeti ágazati képzést. A két gimnáziumosztályunk közül az egyiknek idegen nyelvi emelt óraszámú képzés a célja, és a másiknak pedig a belügyi rendészeti pályaorientációs képzés mellett azért is, hogy meglévő kapacitásainkat is ki tudjuk használni, informatikai jellegű képzési formával kiegészített gimnáziumi képzés lesz. Említette, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar az egyik irányvonala az iskolának. Ez mennyire kedvelt a mostani fiatalság körében? Hogy látják ezt? Eléggé hullámzónak érzem. Van, amikor nagyon sokan jelentkeznek rá, például a két éve, és az elmúlt évben, tanévben viszonylag kevesebben kisebb érdeklődést tapasztaltunk. De én úgy gondolom, hogy ez is folyamatosan változik. Hiány szakmákról is beszélünk, mind a mezőgazdaságban, mind pedig az élelmiszeriparon belül kevés a szakember. Az iskolák hogy tudják vonzóvá tenni ezeket a szakmákat? Hát amivel vonzóvá lehet tenni, az a környezet, a felszereltség, az igényes és színvonalas oktatás. Én úgy gondolom, hogy ezek azok, amik vonzóvá teszik, és azt hiszem, hogy ebben az iskolánk tényleg élen jár, hiszen egy nagyon komoly informatikai hátteret biztosítunk, nem csak az informatikai célú oktatásnak, hanem az összes többi szakképzésnek is. Ebben az évben ugye egy komplex tanulásirányítási rendszert, elektronikus tanulásirányítási rendszert indítunk útjára, és jelenleg egy pályázati forrásból két számítógép termet szerelünk föl az eddigi 7 mellé. Milyen egyéb fejlesztések történhetnek, ami az oktatást elősegíti ebben az évben, vagy az elkövetkezendő években? Az egyik fejlesztés az kétségkívül ez a GINOP pályázat, amely a szakképzés átfogó fejlesztését célozza meg. Ebben informatikai fejlesztések, tanulók lemorzsolódás csökkentésének a különféle rendszerei jelentkeznek. A másik pedig egy épület energetikai fejlesztés, egy KEHO pályázat, amely egy 350 millió forintos bekerülési költséggel fogja az épületeink fűtéskorszerűsítését, hőszigetelését biztosítani. Nagyon fontos a gyakorlati oktatás is, ugyanis itt lehet megtanulni igazán a szakmát. Hogy történik ez az iskolában? Hát a gyakorlati oktatás teljes egészében az intézményben történik. A 11-es évfolyamoknál igény szerint mehetnek ki a tanulók együttműködési megállapodásról az összefüggő nyári gyakorlatokra. A iskolán belüli gyakorlati képzésünk színvonala ismét felszerelés függő, és nekünk ez elég jó jelen pillanatban. Akár az új tanüzemre, élelmiszeripari tanüzemre gondolok, akár a műhely felszerelésre. Éppen a múlt héten csütörtökön volt a mezőgazdasági gépforgalmazók országos egyesületének egy versenye, amit Budapesten szerveztek, egy országos verseny,
ahová 6 csapat jutott be a döntőbe, iskolánk csapata 6-ként jutott be, és elsőként került haza múlt héten csütörtökön, nagyon sok ajándékkal, németországi jutalomúttal ehhez kapcsolódóan. Én úgy gondolom, hogy a gyakorlati képzésünk is fejlődik, színvonalasabb lesz évről évre. Beköszöntött az influenza szezon, egyre több a beteg, a gyógyszertárosok mit tudnak ajánlani, akár megelőzés szempontjából, hogy elkerüljük a betegséget? Megelőzés szempontjából nagyon fontos, hogy amennyiben elkerülhető, úgy tömeges rendezvényre lehetőleg ne menjünk, de legalábbis kismamák, ne vigyünk gyermekeket, ne látogassunk lehetőleg beteg családtagot, ha csak nem ránk van bízva gondozása. Azt tudnám mondani, hogy a tömegközlekedési eszközök ilyen szempontból fertőzés veszélyesek, hiszen kapaszkodnak a kezükkel, és nem biztos az, hogy zsebkendőbe köhög, illetve tüsszent. Régen annyira nagy táblákon hirdették ezt, hogy zsebkendőbe köhög, tüsszents, töröld meg az orrodat, és dobd el, mossál kezet. Most ezek a szlogenek eltűntek, de nagyon jó lenne a gyermekközösségekbe is újra elővenni, és a saját családunk körében is vezessük azt be, hogy amint a gyermek hazajön, akkor mosson kezet, mosson arcot, és ha csak lehet, akkor nagyon jó, egyszerű módszer, hogy egy enyhe konyhasós vízzel öblögessen. Aki nem ezt a módszert használja, akkor esetleg szájfertőtlenítő szopogató tablettával az influenza kezdeti jeleit már használhatja. Megelőzés csak a gyakori szellőztetéssel, kézmosással, esetleg levegőszűrő berendezéssel. Itt a gyógyszertárban is azt használjuk, gyakori szellőztetéssel védekezünk, és a felületek, a kilincs, a bejárati ajtó, egyéb kiszolgáló részek fertőtlenítésével tudjuk ezt magunkra is a védelmet biztosítani. Influenzára van hatásos gyógyszer, de általában csak a súlyosabb, szövődményes esetekre írja fel az orvos, hiszen az első jeleknél már alkalmazni kellene ahhoz, hogy igazán hatásos legyen. Ezért inkább csak a tüneti szerek jöhetnek szóba. Mi történik? Az influenzát vírus okozza. A, B, C jelölésűek ezek a vírusok, nagyon változékonyak, és csak a védőoltással és az évente újra a kísérletek alapján legvalószínűbbnek tartott vírus elölésével készült injekciók a hatékonyak. Ha nem sikerült ilyen oltást kapnunk, akkor nagyon fontos, hogy elegendő pihenéssel, vitamindús táplálkozással, könnyű vegyes étrenddel, gyakori friss levegőn való sétával javítsuk a szervezetünket olyan módon, hogy esetleg elkerülhessük a megbetegedést. Az influenza hirtelen magas lázzal kezdődik, esetleg orfolyás, torokkaparás, vagy erős torokfájdalom, hidegrázás, és nagyon jellemző az ízületek fájdalma. Gyermeket, csecsemőt, gyermeket mindenképpen vigyünk orvoshoz, még akkor is, ha biztonsággal gondoljuk, hogy vírusos megbetegedésről van szó, amely néhány nap alatt elmúlhat,
magától is az enyhébb esetekben, de mindenképpen ismételten is el kell menni orvoshoz, akkor, ha nem múlik a láz, vagy ismét jelenkezik, vagy esetleg mellkasi fájdalom, vagy erős köhögés marad vissza. Milyen készítményeket érdemes ilyenkor otthon tartanunk, akár hogyha hétvégén leszünk betegek? Minek kell otthon lenni influenza szezonban, akár gyógyszerekre gondolok, akár pedig gyógyteákra, bármilyen készítményre? Mindenképpen kell, hogy legyen láz- és fájdalomcsillapító otthon, megfelelő változékonysággal, hiszen erős, magas láznál a gyakoriságot nem lehet mindig ugyanabból a készítményből újra adni. De ne feledkezzünk el csecsemők, gyermekek esetében a hűtőfürdőről sem. Tehát nem a lázcsillapítót kell fokozni, hanem a hűtőfürdőt is alkalmazni kell, még az orvoshoz menetel előtt is magas láz esetén, mert kicsiknél lázgörcs is felléphet. Mindenképpen használjunk orrcseppet az erős orrfolyás megakadályozására, és csak a pihenés, az ágynyugalom használ ezekben az esetekben, és ez a könnyű vegyes táplálkozás, de nagyon jó a savanyú káposzta, a saláták, de sokan a hagymateára, vöröshagymából készült teára esküsznek, de van, aki a kamillateát részesítő előnyben. Nagyon fontos, hogy megfelelő folyadékpótlás legyen. Tehát nem is az étkezést kell fokozni, főként gyermekeknél, hanem az elengedő folyadék legyen. Hogy védekeztek az influenza ellen? Hát többnyire vitaminokat szedünk, mondjuk az egész évben szoktunk. Más igazából nem tudunk mással védekezni, így házilag. Vitaminok, teja, ilyesmi. És nyilván úgy öltözünk, ahogy évszaknak megfelel. Ha életlen betegek lesztek, akkor esetleg ezek a házi praktikák előtérbe kerülnek-e a gyógyulásnál? Előtérbe kerülnek mindenképpen. Aztán, hogyha nem boldogunk, akkor nyilván felkeressük a házi orvosunkat. Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik, amelyben Abátszalóki körképünket vetítjük Önöknek. Üdvözlöm Balogh Gyulát, Abátszalóknak a polgármesterét. Itt vagyunk a Szabad Strandon. Az átalakítások ebben az évben meg fognak kezdődni. Mik lesznek újjáalakítva, mik lesznek lebontva? A strandunknak egy jelentős része, elsősorban a középső része fog teljes mértékben megújulni. A büfék azok eléggé elavult állapotban vannak, hiszen a 80-as évek közepén, második felében épültek, és ezek könnyű szerkezetes épületek, amelyek az idő vasfogát nem nagyon állják, úgyhogy igazán megérettek a cserére, és most ennek a top forrásnak, top pályázatnak a keretén belül sikerül megvalósítanunk 400 millió forintból a strandnak a fejlesztését. A mellettünk, mögöttünk látható büfésor fog teljesen átalakulni, lebontásra kerül, új vizes blokkok kerülnek kialakításra, értékmegőrzők, női, férfi öltözők ket építünk ennek a helyére, és ezek a büfék pedig áttelepülnek néhány méterrel arrébb, és hatalmas teraszokat fognak kapni, amelyeket a pályázatból építünk meg, és maguk a büfék még a teraszokhoz bútorzatot is fognak kapni, és különböző napvitorlákkal, télelválasztó formákkal, leplekkel, árnyékolókkal fogjuk egy kicsit a hangulatát ennek az egésznek jobbá varázsolni. Beszélgettünk már múltkoriban arról, hogy rendezvénytér is fog épülni. Ennek ez hol lesz helyileg?
Igen, az előző években, amit megszoktak az emberek, egy kicsit hátulra esett, távol esett a nagy színpad és a nagy rendezvénytér, ahol akár több ezres vendégszámot is tudunk fogadni egy-egy nagyobb koncert erejéig. Ezt most behozzuk ide a központba. Itt az öltöző mögötti teret fogjuk leburkolni térburkoló elemekkel, és egy korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő nagy színpadot fogunk beszerezni, amely reméljük minden igényt ki fog elégíteni, és ezen a nagy rendezvénytéren az olyan jelentős programokat, mint különböző koncertek, vagy gasztronómiai fesztiválok, főzőversenyek, vagy pedig különböző mutatványosok, gólyalábasok programját, egy augusztus 20-ai rendezvényt ezen a téren kívánunk majd lebonyolítani. Itt a Szabadstrand területén található a csúszda, ez is meg fog újulni, hogyha jól tudjuk. Így van, ez a szerkezet is a 80-as évek második felében épült, úgyhogy ez is megérett most már a cserére. Igazából egy szimbolikus foltja volt a Bátszalóknak, hiszen ez volt az első ilyen jellegű attrakció a Tiszató összes strandját beleértve, és ez lesz most a jelenlegi két pályából 4 pályásra tervezzük, szeretnénk átépíteni. Kamikáze csúszda, meg több kanyarral ellátott, illetve a gyerekek számára is használhatóvá lesz téve, hiszen lesz olyan eleme, vagy hozzá közeli rész egyébként kialakításra kerül, ahol a kisgyermekesek is fognak tudni szórakozni a szabadvízi strandon is. A mentett területen lesz egy luxus kávéház, ez helyileg talán pont itt mellettünk található? Így van, az az út, amely följön a gátra és a strandra vezet, ennek az útnak a kereszteződésénél egy magas színvonalú luxus kávézót fogunk megépíteni, aminek az lesz a funkcionalitása, hogy üvegfallal lesz ellátva, és természetesen légkondicionálóval, egy kisebb kerthelységgel, és a tervek szerint a tetején pedig kilátó terasszal fog megépülni, és ebben hát kinek a kedve szerint különböző kávé különlegességeket tudnak majd elfogyasztani, de hát hogyha nyári melegben akár fagylaltos kávét is lehet majd ebben fogyasztani, illetve némi kis süteményeket. Nagyon sok felújítás, újítás lesz itt a Szabadstrand területén. Nem titkolt cél, hogy kicsit újra fellendítsék a Bátszalóknak a hírnevét, és egyre több turista jöjjön, egyre több turistát vonzon a település? Valóban így van. Évről évre növekszik a Tiszatóra látogató vendégeknek a száma. Ez érzékelhető volt, hiszen az idei számlálás során 30 ezer kerékpáros turista lépte át Kiskörén az üzemi hídnak a kapuját. Ez az előző évben 20 ezer volt, tehát azt jelenti, hogy a kerékpárosok száma mintegy 50%-kal növekedett az előző évhez képest. Ez egyébként egyéb statisztikákban is jelentkezik, tehát a Tiszatóra látogató vendégek száma olyan 20-30%-os átlagos növekedést mutat. Ez a Bátszalókra is vonatkozik. Sokkal több vendég látogatott hozzánk a 2017-es nyáron, mint 2016-ban vagy 2015-ben. Mindenképpen utána kell mennünk a vendégeknek. Egy picit probléma is ez, hogy mi utána megyünk, inkább nem pedig megelőzzük. Szeretnénk a fejlesztéseinkkel lehagyni, utolérni saját magunkat, hogy tényleg a vendégek úgy érkezzenek hozzánk, hogy minden igényüket ki tudjuk elégíteni. Ezért végzünk itt a strandon nagy fejlesztéseket, beruházásokat, és mindenképpen nagy hangsúlyt fektetünk a rekreációs turizmusra, hiszen a Tiszató legnagyobb strandjánál vagyunk, nagyon sok lehetőség adódik a kikapcsolódásra, a fürdésen, úszáson, vízisportokon túl a parton a strandröplabdázás, strandkézilabdázás, strandfocizás lehet igénybe venni, és ehhez külön új pályákat fogunk építeni, és a meglévő homokfoci pályánk az átalakú plázsá, tehát több eddig egy homokos strandoló rész volt a Bátszalókon, most 3 kerül kialakításra, illetve a kisgyermekes családok számára is szeretnénk kedvezni, 2 játszótér is épül a strandon belül,
kívül, a strandon kívül pedig további egy. Köszönöm szépen! Köszönöm én is! Üdvözlöm Balogh Gyulát, a Bátszalók településnek a polgármesterét. Hogyan áll a Szabadstrandnak a fejlesztése? Jól haladnak a munkálatok, az előkészítő munkálatok. Tervezés alatt már kiviteli tervek készítésének fázisában áll a strandfejlesztés. Nagyon bízunk benne, hogy már az idei nyarat valamilyen formába érinteni fogja, hogy a kedves vendégek, megpróbáljuk úgy szervezni a munkát, hogy az ide hozzánk érkező vendégek már érezhessék a fejlesztésnek az eredményeit. Persze az idén még valószínűleg, hogy 2018 nyarára még nem fejeződik be a program teljes egészében, de 2019 nyarára teljesen biztos, hogy igénybe vehetik a turisták. Mikor indulnak el a munkálatok a gyakorlatban? A gyakorlatban május közepére tervezzük az időpontot, legkésőbbi időpontra. Hát bízunk benne, hogy akár hamarabb is hozzákezdhetünk. A program tartalmaz büféfejlesztéseket, szabadtéri színpad területének, egy rendezvénytérnek a kialakítását, és oda egy új szabadtéri színpadnak a megvásárlását, illetve rengeteg új strandbútorral, napvitorlával fogunk majd rendelkezni, amelyek már az idén nyáron, ezek már fogják szolgálni a vendégeket. Milyen további fejlesztések várhatók még a Bátszalókon a Szabadstrand fejlesztésén kívül? Nagyon készülünk arra, hogy az idén nyáron is az egyre növekvő létszámú vendégeket ki tudjuk szolgálni. Volt korábban a Bátszalókon egy olyan üzletközpont, amely bezárt. Ez reményeink szerint márciusban újraindult, tehát már a nyári időszakra egy magasabb komfortfokozattal rendelkező új áruházba jöhetnek az ide látogató vendégek, amelyek, hogyha növekszik a turisták létszáma, akkor is megfelelő színvonalon ki tudják szolgálni. További fejlesztések még érinthetik, hiszen a füzes kempingünkben van egy melegített vízű strandfürdő, amelynek a felújítására nyertünk 50 millió forintot. Itt is gőzerővel zajlik a tervezés, a kiviteli terveknek az elkészítése a felújításhoz. Szeretnénk ezt az idén nyárra szintén üzembe helyezni, hőszivattyús rendszerrel és napelemek segítségével próbáljuk majd melegíteni a vizet, tehát nem gázzal, hanem teljesen környezetbarát, energiatakarékos módon. Bízunk benne, hogy ha június-júliusra, nyár elejére, vagy a főszezon elejére már birtokba vehetik majd az ide látogatók. Mellette épül a tanúszoda program, amely az országban ugye az idén 24 ilyen tanúszodát fognak átadni, mi is az átadáshoz közeli állapotban vagyunk. Bízunk benne, hogy minél hamarabb igénybe vehetik nem csak a gyerekek majd, hanem a hozzánk látogató vendégek, vagy a helyi lakosság, illetve a környékbeli lakosság is. A közterületek meg fognak újulni, utcabútorok fognak esetleg elhelyezésre kerülni? Igen, van egy zöld város programunk, ahol 135 millió forintot nyert a város. Itt is ugyanaz zajlik, tehát itt is tervezésben vagyunk, a kiviteli tervek készülnek, de már a területek előkészítését végezzük közmunkaprogram keretén belül is. Tehát olyan területeket, amelyek gazosak, cserjések, azokat már előkészítjük a fejlesztéshez. És itt is a nyár folyamán, tehát a tavasz végén, a nyár folyamán ezek a kivitelezések meg fognak kezdődni, tehát valószínűleg, hogy a hozzánk látogató vendégek érzékelni fogják azt, hogy egy építkezésben vannak, egy fejlesztésben vannak, de bízunk benne, hogy ez a kis probléma átmeneti lesz, és örömmel fogják látni, konstatálni, hogy a Bátszalók a fejlődés útjára lépett. Új szálláshelyek fognak létesülni. Igen, tudok a településen több olyan helyet, olyan vállalkozást, aki a kisfaludi programba beadta a panzió fejlesztés témakörében. A város önkormányzata is kettő ilyen pályázatot nyújtott be, úgyhogy az idén még nem lehet érzékelni, de valószínűleg a következő években már érzékelhető minőségi változás fog bekövetkezni a szálláshelyek tekintetében is.
Turisták tekintetében külföldi országokból érkezők közül kiket vár a település a megszokottakon kívül, vagy akik itt jártak, viszi a hírét nyilván a Bátszalóknak. Kiket várnak inkább? A megszokott nyugati turisták, a német, osztrák turisták mellé, ugye vannak nálunk olyanok, akik belga, illetve holland állampolgárok, ők nekik saját nyaralóik is vannak, egyre többen vásárolnak a Bátszalókon nyaralókat, és egyre nagyobb számban érkeznek hozzánk. Van olyan család, aki hozzánk is költözött, és vállalkozása van lenn a vízparton, és ők egy ilyen kis belga csapatot hoztak létre, tehát jellegzetes belga ételeket kínálnak, úgyhogy nagyon jó hangulatban szokták itt tölteni nálunk a nyarat. Ezen kívül több környékbeli településsel összefogva az idén egy új gasztronómiai kiadványt szeretnénk kiadni, kiajánlani, amely azt jelenti, hogy a település több, illetve a tó több települése is eltérő időpontban hatalmas gasztronómiai rendezvényeket rendez, és ezt felfűzzük egy csokorba, és kínáljuk a hozzánk látogató hazai és külföldi turistáknak. Ezek között ezzel a kiadvánnyal meg szeretnénk célozni a lengyel nyelvű területeket, a lengyeleket, illetve a szlovákokat, ugyanis róluk tudjuk, a turizmusban beszélgetünk a környékbeli településekkel, és tudjuk, hogy az északról érkező vendégek Tiszaújvárosig, Mezőkövesdig már lejönnek, hiszen a termálturizmust azt nagyon kedvelik, de Berekfürdőn is nagy számban jelennek most már meg, egyre jobban, de eddig úgy a fürdőn kívül egyéb látnivalókat még nem igazán tekintettek meg. Tehát óriási lehetőség van ebben, hogy megismertessük velük a Tiszató összes strandját, az ökoturisztikai világát, a növényvilágot, a madárvilágot, illetve hát vegyék igénybe néhány napra a vízisportokat, vagy a vízisportolási lehetőségeket, és egyéb programjainkat itt a Bátszalókon. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! A Bátszalókon vagyunk, hát a köznyelvben élő Baba Múzeumban, ami igazából nem Baba Múzeumot akar elsősorban, hanem a babák néphagyományba öltöztetettek, és rengeteg féle van. Hogyan jött az ötlet, hogy ezt megtetszik valósítani? Hány darab baba van itt? Milyen népviseleteket láthatunk? Kik szoktak itt látogatni? Hú, nagyon sok kérdést kaptam egyszerre. 25 éve kezdtem el, szabadidős tevékenységnek szántam az iskolába a gyerekeknek, és akkor szűnt meg az iskolában a kézi munka, gyakorlati foglalkozás, helyébe a technika lépett, ami különböző szerelvények összeállításából állt, és azelőtt legalább a gyerekek egy gombfelvarrást megtanultak. Na és szerettem volna a kislányoknak hasznos szabadidős tevékenységet kitalálni, és arra gondoltam, hogy öltöztessék a babájukat népviseletbe, illetve hát babaszépségversenyt szántam először, de aztán ugye Kant azt mondja, hogy szép az, ami érdek nélkül tetszik, és pedagógusként nem lett volna méltó hozzám, hogy babaszépségversenyt hirdetek, mert az akkori már 20 000 forint körüli göcbabával nem egy gyerek rendelkezett, és volt, akinek még csutka babára se futotta. És hát akkor ezt elvetettem, és a gyerekek nem csak akkor, de nagyon fontos, hogy versenyszerűen dolgozzanak, mert a vetélkedő az mindig előre vitte a tevékenységüket, és hát úgy gondoltam, hogy öltöztessék a babát népviseletbe, és miután a szülők csak vasárnapi szülőkké váltak, hogy elkerültek innen dolgozni, szerettem volna valahogy őket is partnerként megnyerni, és hát azt mondtam, hogy öltöztessék a babájukat népviseletbe, bárki segíthet, mert ugye nem ismerték, nem tanulták, csak az a fontos, hogy majd tudja a kész munkát bemutatni. Na hát, mint minden félművelt ember, én is nagyon bölcsnek hittem magam, néhány viseletet ismertem, kézimunkázni úgy, ahogy tudtam, és azt mondtam, hogy magamnak pedig a szakmai tanácsadást szántam, hetente, két hetente összejövünk, és akkor megnézem a viseleteket, megmondom, hogy dolgozzanak, és akkor a szülőanya
együtt tevékenykedik, illetve a gyerek az édesanyjával tevékenykedik. Tudnélik, arra gondoltam, hogy ezek a gyerekek, ha felnőnek, visszagondolnak a gyerekkorukra, nem lesz egyetlen olyan pont, amire azt mondják, hogy édesanyámmal ezt csináltuk, azt csináltuk, és mivel a szülő hiú, gondoltam, rákényszerítem ezzel arra, hogy üljön le a gyerekkel, és hát ha már leülnek és együtt dolgoznak, akkor beszélgetnek is, és ezzel a kapcsolatokat is talán pozitív irányba terelem. Na és hát gyönyörűségesen dolgoztak, és a versenyt hirdettem, de hát a versenyt jutalmazni kell. És akkor hát még vendéglátással foglalkoztam, voltak német vendégeim, akiknek a baráti köréhez tartozott Götz úr. És hát akkor ez a baba volt a sláger, és hát elmondtam nekik, hogy milyen problémám van, milyen jó lenne, ha segítek, és ők ajánlották nekem, hogy a Götztől kérjek segítséget. Na és írtam neki levelet, hogy én, ha amennyiben babákkal segíti az én munkámat, abban az esetben szívesen reklámozom az ő tevékenységét. Hát gyönyörű babákat kaptam. Ez lett belőle. Aztán kinőttem a babaszakkört, nyugdíjba mentem, és hát továbbra is tevékenykedtem, megszerettem, érdekes volt. Londonban az utazási világkiállításon bemutattam, Milánóban nemzetközi szimpóziumon láttam, mutattam be muzológusok nemzetközi konferenciájának kiegészítő anyaga volt. Azt írta róla az akkori Néprajzi Múzeum főigazgatója dr. Selmeci Kovács Attila, Európa leggazdagabb viselet együttese baba méretben. Tudnélik, az 56 centis babák lehetővé teszik, hogy a legbonyolultabb hímzés szabás se kelljen stilizálni, és ezentúl értéküket növeli azt is, hogy itt minden rendruhában eredeti, muzális értékű textília is van. Akar baba, minek minden ruhadarabja az eredetiből, van lekicsinyítő, és mondjuk van, amelyeknek a 100 virágos kendője hímzés. Hány darab baba található itt körülbelül összesen? Összesen a nemzetközi viseletekkel 821 nehány napokban olvastuk meg, de soha nem tudom pontosan, meg mindig szaporodnak is. Aztán olyan is van, ami tönkre megy, és újra kell dolgozni, mert textilből vannak, és hát azokat nem könnyű sem rendben tartani, de főleg az, hogy az idővel sokáig csak úgy szabadon voltak. Most ez az üvegezett szekrény nagyon sokat segít az állaguk megóvásánál, de bizony nagyon sok bepenészesedet újra kellett festeni, öltöztetni. Szóval sok gond probléma van vele. Mennyi idő körülbelül egy babának az elkészítése mindennel együtt, kutatómunkával, varrás. Igen, itt van ez a mellényke, dunaszekcsői lányviselethez tartozik. Ezt, hát kutatómunkát egyebet azt úgy nem tudom, mert mindig több darabnak nézek utána. Hát a bélés, a szabás, a idáig a zsinórozása, ez két napot, manuális tevékenységként, ez két napot vett igénybe, de még mindig nagyon sok hiányzik abból, hogy azt mondhassam, hogy elkészült. Egyébként, ha ide jönnek látogatók, akkor mindig meglepődnek azon, hogy hát mennyire gyűjtöttem ezt össze. Sokáig azzal, tehát a legfontosabb kérdés az volt nekik, hogy mennyire tetszett ezt összegyűjteni. És akkor azt mondtam, hogy én ezt nem gyűjtöttem, hanem magam készítem, akkor mindenkinek kikerekedett a szeme, hogy hát, hogy én készítem, igen. De miután állandóan azt mondták, hogy gyűjtés, gyűjtés, erre irányult az érdeklődésük, akkor úgy gondoltam, hogy én olyan buta vagyok, hogy készítem a viseleteket, mindenki számára az a természetes, hogy gyűjtsem össze. És a férjem annak idején, aki hát nagyon nagy segítőm volt nekem ebben a tevékenységben, egy az, hogy elviselni, de hogy még támogatni is, hát az már egy külön fejezetet érdemelne. Hát akkor mondtam neki, hogy most már nem készítek apa többet, hanem elkezdem gyűjteni, akkor mondta, hogy majd nekem nem fog tetszeni, mert az egyik ilyet, a másik olyat, nem lesz igényes, és akkor hát hogy lesz, nem lesz egységes, stb. Kifogásolta, és ráadásul igaza is volt azokban a kifogásokban, amiket említett, de annyira szerettem volna már gyűjteni, hogy erről sehogy se akartam lemondani, és akkor mondtam neki, hogy mi lenne, ha a föld országainak a viseletét összegyűjteném. Utána néztem, ilyen nincs, sehol nincs ilyen, hogy a föld országainak a viseletét bemutassák egybe, mert tájegységenként ugye minden országnak megvan a viselete, ilyen-olyan formában igyekszik a hagyományát őrizni, továbbadni, de az, hogy nemzetközi viselet legyen, nem. Na és akkor hát rám hagyta, de mikor látta, hogy már nagyon komolyan gondolkodom felül, akkor meglepődött egy kicsit. Tudnélik, hát kérdeztem, hogy induljak el, apa, mert hát ezt nagyon szeretném. Megvalósítani, és akkor azt mondta, hogy hát anyám, ingünk atyánk rámegy, te mindenkinek mindent megköszönsz. Azt mondja, gondolhatod, milyen nyelven írsz, hova írsz, ha csak a bélyeget számított fel, meg a segítőidet, hát akkor belegondoltál te. De már akkor
mondogattam is, mikor kérdezték, hogy Rózsáska most milyen viselet készül, akkor mondogattam kollégáknak is, hogy hát nem varrok többet, összegyűjtöm a földországok a viseletét. Az úgy tetszett nekem az az igazság, hogy hát ez olyan jól néz ki, jó hangzatos dolog, hát akkor azt csinálom. Tényleg, és hogy és mint, hát még nem tudom, át kell gondolni, de ezt fogom csinálni. Na és mikor a férjem észreztetett engem, hogy szóval hát átgondoltam, hogy meg mind, meg milyen nyelven és kinek is, hát akkor már meglepődtem, de a konok-kunok vérmérséklete bennem, ha én egyszer kimondtam, akkor én azt megcsinálom. De már akkor rájöttem, hogy hát nem lenne szabad, és szégyeltem magam, hogy milyen nagy dolgokat mondtam, és nem lesz belőle semmi. Hát akkor kinek írjak, közben a Hóvárja külügyminisztérium protokoll főnöke valami ügyben megkeresett, és akkor hát én meg ezzel az óhajjal mentem hozzá, hogy ezt szeretném csinálni, és hogyha lenne szíves nekem segíteni, hogy kinek kell írni, milyen nyelven, hogyan. És mondta, hogy nagyon egyszerű, megkaptam a listát, és hogy kinek írjak. Hát de már akkor az volt az az igazság, hogy lehetne kibújni alulra, mert akkor még inkább rémisztőnek találtam azt a tevékenységet, hogy én abba belefogjak, hát nem gondoltam, hogy az eredményes lehet, hát annak csak, szóval az csak negatívunként záródhat. Sehogy se akartam csinálni, de hát hogy. Hát végignéztem a listát, és kiderült, hogy Tan Dan Quan Tajvan államfője, államfő, pártelnök, miniszterelnök. Hoppá, gondoltam, megvan az én emberem, neki fogok írni. Ha ez az ember engem Abátszalókról komolyan vesz, mehet a levél a többinek, ha nem, nem én tehetek róla, ez az igazság. Szégyellem, de ez így volt, mint gyerekeknél is, hogy lehet nőket lecsökkenteni, annyian voltak. Tehát ez is hasonlóan foglalkoztatott engem. És akkor ráadásul, ahogy utána néztem, nem tudom azóta, mert nem vagyok olyan tájékozott, hogy Tajvannal milyen kapcsolatunk van, de akkor nem volt diplomácia kapcsolata Magyarországnak, és sehol nem találkoztam olyan emberrel, aki ezeket a közjogi méltósággal járó tisztségeket magának vindikálna. Hát úgy gondoltam, hogy a jó Isten után ő következik, ha komolyan vesz, megy a levél a többinek is, ott már hiba nem lett, ha nem, nem én tehetek róla. Hát elment a levél. Izgultam rettenetesen, eltelik egy hét, két hét, kollégák, és írtál-e már Rózsás, kiírtál már, írtam, kinek írtál? Tan Dan Quannak. Hova? Hát Tajvan. Ne olyan messze, miért nem ide a környékre? Mondom, tudjátok ti, hogy ki ez? Államfő, pártelnök, miniszterelnök, ha ez engem komolyan vesz, mondom, ha nem, mondom, ennek már csak másik oldalról közelítettem meg, ha valakinek módjában segíteni, akkor neki aztán igen, de ha még ő se tud, akkor sajnos hát ez nem működik. Akkor 2-3 hét is eltelt, kezdtem megnyugodni, nem érteltek róla, nem próbálkozol, inkább mondták az észszerű ötleteket a kollégám, hogy ide a környék, talán ebben a Kárpát-medencéből kellene kiindulni. Hát mondtam, már most elkezdtem, már most ezt a koncepciót fogom végigjárni. Hát nem jött semmi, nem jött. Majd egy hónap után, de lehet, hogy már hosszabb idő is eltelt, teljesen megnyugodtam, nem baj, csináljuk a Kárpát-medence viseleteit, hát abból nem lesz semmi. Jön a takarító, és mondja, hogy üzentek a postára, hogy tanárnének nagyon nagy csomag érkezett. Honnan jucikám? Nem tudják, de nagyon sok bélyeg van róla külföldről. Akkor mondtam, csak nem onnan jött, hát onnan nem jöhet. Hát onnan jött, de óriási nagy dobozban, mint a 70 literes régi hűtőszekrény, olyan nagy dobozba érkezett, rengeteg bélyeggel, mindennel felszerelkezve, megjött a baba. 7 darab viselet, és hát azért késett olyan sokat, mert a Tojped a főváros, és a Tojpedi Egyetem Folkó tanszékével ez az államfő pártelnök miniszterelnök, aki biztos csak továbbadta a feladatot, mert ilyennel nem foglalkozik, de evidenciában tartotta a kérést, megcsináltatta a Folkó tanszékkel a 7 babából álló viseletegyüttest, és elküldte. Mondhatnám, ha Tan Dan Quan el nem küldte volna az én mesém itt véget ér, de elküldte, és akkor szépen ment a levél a többinek. Egyébként olyan míves munkát kaptam, hogy tavaly a Távol-Keletnek a hát Tájföld, vagy a Tájföld királyság, Tajvan, a tejakultúráját mutatták be, és az én babáimat kérték kölcsön, úgyhogy 1/4 évig a Damjanich Múzeumban szerepeltek. És akkor tényleg csak nagyon röviden arról, hogy milyen népviseletek találhatók meg itt.
A népviseleteknél próbálom hát először is a legfrekventáltabb viseleteket bemutatni, amit mindenki ismer. Így lesz összehasonlítási alapjuk. A másik szempont, hát nyilván amihez betudom a szakirodalmat és a pontos leírás, hát itt van a Csökölyi asszony, az idős Csökölyi asszony az már 6-8 éve elkészült, a Menyecske azóta vár, mert a főkötőnek nem tudtam a hiteles leírását, és lárpullár módon, hogy hagyszaporodjanak, azért nem készítek viseletet, csak amikor már ezer biztos vagyok benne. Na most a viseleteknél vagy azért, mert tipikus, vagy azért, mert egyedülálló, de mindenképpen olyan információ hordozó legyen, ami tehát a népviseletre való rálátás segíti. Például a magyar ruhás lány azért készült el, ez vagy piros, vagy zöld kötényel készül, vagy hordták a Kárpát-medencébe. A Dunán túlon volt ez a fehér. Egy az, hogy mindenütt hordták, mindenütt nemzeti ünnepek alkalmával viselték, és nem volt népviselet. A kiegyezés idején ez egy kitalált színpadi ruha volt, és mindenütt hordták. Tehát, hogy nem attól népviselet a népviselet, hogy mennyien hordják, ismerik, hanem, mert ezt sokan hordják, nem népviselet, ez színpadi ruha, és mivel piros meg kötényen látjuk általában, a Dunán túlon használták a fehér kötényt, ezért ezt a különlegesebbet készítettem el. Vagy például a menyecskék, menyecske a fiatalasszony. Esküvő után a fátyolt nagyon kevés helyen hordták, Gyöngyöspatán igen, ő azért készült el. Na most az érték szempontjából van két gyöngyöspatai menyasszony. Az egyik szegény, a másik gazdag viseletű. Azt hinnénk, hogy a kézzel készített kötény, ugye a kézi munka értékesebb a gyári anyagtól, a kézzel készített kézi munka értékesebb lenne, erről a zöld babáról, zöld ruhásról van szó, és ez a gazdag, amelyik alul van, kevésbé látványos, mert neki volt annyi pénze, hogy megvegye ezt a hímzett szalagot, amivel a kötényét díszítette, a fentinek nem volt, ő maga készítette. Vagy olyan apró jelek, amik megkülönböztetésként szolgálnak. Ha egy bimbó van a kalapja mellett Gyöngyöspatán, azt jelenti, hogy házas ember. Vagy a bokrétás kalap. Minél nagyobb a bokrétája, annál régebben udvarol a legény. Tehát az alapján lehet tudni. Egy gyors kérdés még, tehát az anyagokat, azt honnan tetszik beszerezni? Hát mindenki. Nagyon érdekes különben, és ez is nagyon mélyen megérintett engem, hogy tulajdonképpen, ha értelmes dologba kérjük a segítséget, akkor mindig meg is kapjuk. Ide az emberek hát ismeretlenül jönnek be, és mikor elmennek szinte kivétel nélkül, akinek módja, lehetősége van rá, fölajánlja a segítségét. Olyan emberektől kapom, akiket nem is ismertem azelőtt. Egyébként magam is utána nézek. Kezdetben, hogyha idős ember elhalálozott, akkor a kellő kegyeleti időt kivárva elmentem, és megkérdeztem, hogy maradt-e olyan ruhadarab utána, amitől szívesen megválna, hogy én tudnám hasznosítani. Hát ennek a segítő készségnek eklatáns példáit az utcában lakott a Bencskú Erzsike néni, már sajnos ő is meghalt. Az édesanyja halála után megkerestem. És hát mondja, hogy kedves tanárnő, ami értékes volt, elvitték a rokonok. Én egy nagy kendőit őrzök, mert édesanyám nagyon fázós volt, és azt mondja, még nyáron is a kispadra kiült, a vállára vetette, szobába, Dunnára kellett teríteni. Ha úgy tetszik gondolni, hogy tudja használni, én szívesen odaadom. És hát a nagykendők aztán abból készültek el, mert van eredeti Berliner válkendőm, de hát nyilván, hogy a sajnálnám felaprítani. A anyagokat illetően minden rendruhában van, nem tudom, említettem, mert már eredeti muzeális értékű textília, amit hát így szeretetből adnak össze, vagy hallottak velem interjút, megkeresnek, és például a Györe Pálné, egy református pap felesége, hát 8 éven keresztül gyűjtött nekem anyagot, soha nem találkoztunk, ő a rádióban hallott rólam interjút, vagy velem interjút, és akkor megkeresett, ő szeretne segíteni, és ő például így volt a segítségemre. Hát nagyon sokáig és szívesen hallgatnánk, mert nagyon érdekes dolgokat mond tanárnő. Én nagyon sok erőt, egészséget, kitartást és ugyanilyen alkotókedvet kívánok az elkövetkezendőkben, mint ami eddig megvolt. Köszönöm szépen!
Üdvözlöm Balogh Gyula polgármester urat, a Bátszalók polgármesterét. Milyen közelgő programok lesznek itt a településen? Nagy rendezvényünk lesz az elkövetkezendő időszakban, hiszen a Tiszató egyik legnagyobb rendezvénye a Tiszator Böllér Fesztivál március 17-én lesz ebben az évben. Hosszú hétvége lesz, úgyhogy számítunk sok vendég érkezésére. Ez a 12. ilyen jellegű fesztivál, amelyet megrendezünk. Ugye a mi Böllér Fesztiválunk abban különbözik a többitől, hogy itt a kedves vendégek aktív részeseivé válnak a disznótornak, tehát tényleg olyan, mint mikor nagymamáink, nagyapáink udvarára beérkeztünk, és ott közvetlenül részt vehettünk az egyik legnagyobb családi ünnepbe a disznótoron. Nagyon gazdag folklórfesztivállal, három banda fog zenélni végig az utcákon, és bemennek a különböző portákra is. Miskolcról az Agyagbanda, Debrecenből a Jártató zenekar, illetve Zentáról, délvidékről is fognak érkezni, szerb területekről, magyar nyelvű területekről egy banda. Ők már korábbi években is voltak nálunk, és ők fogják a program minden percében szórakoztatni a vendégeket. Természetesen amatőr csoportok is lépnek fel a nagy színpadon, aki arra kíváncsi esetleg, akkor a környékbeli településekről a különböző népdalkörök, néptáncos csoportok fognak hozzánk érkezni, nagy fellépőnek pedig a Cimbali Band és Danis Dóra lesz, és utána pedig majd az eredményhirdetés, úgyhogy a nap zárásaként valószínű, hogy egy óriási fesztiválnak leszünk a részesei. A Böllér Fesztivál követően milyen további programok lesznek itt a Bátszalókon? Tervezzük a programjainkat, átértékeltük, és megpróbáljuk magasabb szintre, magasabb színvonalra fölfejleszteni a programjainkat. Vannak olyan programok, amelyek mondjuk az utóbbi években már nem voltak annyira sikeresek, azokat el is hagyjuk. Vannak olyanok, amelyeket sikeresnek ítélünk, gondolunk. A vendégek visszajelzéséből úgy tűnik, hogy ezt érdemes továbbvinni, azokat pedig igyekszünk fölfejleszteni minél magasabb szintre. A következő rendezvény március után közeleg a húsvét, egy ugrásnyira van tőle, április 1-2 környékén a Sonka a Pácban nevű programunkat fogjuk újra megszervezni. Már próbálkoztunk ezzel az eseménnyel, hiszen a húsvét szintén egy olyan alkalom, amikor az ember már ki szeretne mozdulni otthonról, és egy-egy nagyon jó programra elmenni, és ezt szeretnénk újra fölrázni, ezt a programot. Azt követően pünkösdi hétvégére szervezünk egy másik programot, ott már a 4. alkalommal rendezzük meg a tortafesztivált, az Abátszalóki tortafesztivált. Ez a térségben egy hiánypótló fesztivál, hiszen gasztronómiában jeleskedünk, kétségtelen, az egész kistérség, az egész Tiszató környéke, viszont süteményben vagy édes szájú programokban nem bővelkedtünk, úgyhogy ide várjuk azokat a résztvevőket, versenyzőket, akik a süteményeiket, tortáikat bekívánják majd mutatni. Ez nem csak egy fesztivál, hanem egy verseny is. Évről évre egyre sikeresebb, egyre nagyobb. Tavaly már 1000 látogatója volt körülbelül a rendezvénynek az egész nap folyamán. Mindig van egy tematikája, tehát mindig van egy téma, hogy mi a témája a tortáknak. Tavaly a hal volt, azelőtt a Tiszató növényvilága, vagy madárvilága, és majd az idén is kijelöli a szervezőbizottság, hogy mi lesz a fő témája, és akkor ehhez kapcsolódóan készítik el a szebbnél szebb tortákat. Az előző évben megalkottuk a tiszatavi települések torta asztalát is, el volt készítve egy hatalmas tiszató, és a környékbeli települések érkeztek egy-egy saját ízlésű, saját képre formált tortával, amelyeket ezeken a térképen elhelyeztünk, úgyhogy teljes mértékben az összefogást is erősítette, illetve hát a gasztronómiánkat, a turisztikánkat erősítette ez a program. Erre a rendezvényre hol és hogyan lehet jelentkezni?
A Bátszalók-Baross önkormányzatának van egy KFT, a Tiszatóstrand Nonprofit KFT, és őnáluk lehet jelentkezni, illetve hát Facebookon fogjuk hirdetni, és a Bátszalók-Város honlapján természetesen, de a turisztikai kiadványunkba is be fog kerülni. Köszönöm szépen! Köszönöm én is! Kedves nézőink, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mind a magam, mind pedig munkatársaim nevében is. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő heti viszontlátásra mindenkinek!